Ismét megrendezik az általános iskolásoknak a szavaló verseny Zsámbokon. A megméretetésen tavaly csak nem fél százan vettek részt. A versenyt a liljamok.hu közössége közösen szervezi a Vasalbert hagyaték közösséggel. A zsűriben prominens személyiségek is lesznek. A szavaló versenyen, amelyet január 28-án délután rendeznek meg Zsámbokon, a József Attila művelési házban, a diákok megtekinthetik Vas Albert alternatív kosúdiát, írógépét, íróasztalát is. Ismét megrendezik a szavalóverseny verseny Zsámbokon. Mikor lesz a megméretetés, kik vehetnek részt, és milyen kategóriákban? Hát 2014. január 28-án rendezzük meg ismételten ezt a Szavalo versenyt. Részt vehetnek egyébként az 1-8-os általános iskolákból minden korosztály. Korosztályonként fogjuk díjazni is őket, első, második, harmadik, negyedik, és így tovább. És, és, hát szabadon választott verseket, versekkel készülhetnek a gyerekek. Gyakorlatilag azt hiszem, mégis van egy megkötés. Hát igen, az egyetlen megkötés, hogy magyar írótól válasszanak verset. Egyébként, egyébként minden rájuk van bízva. Tavaly mely költők voltak a legnépszerűbbek? Hát én azt gondolom, hogy a tavalyi évben a Vasalbert és Petőfi Sándor versek voltak, úgymond sűrűbben, szavalva a gyerekek által, de egyébként nagyon sok volt a választék, nagyon sokféle verset szavaltak. Mely településekről érkeztek a gyermekek a tavalyi versenyre? Hát elsőként Turáról, Dányból, Kókáról, Kókáról jöttek sokan, és természetesen Zsámbókról. Aztán Vácent László is részt vett, ők kevesebb létszáma, de Vácent Lászlóiak is voltak. Kikből fog állni a zsűri az idei versenyen? Hát ez mindig a tavalyi évben is így volt, és most is igyekszünk minden iskolából meghívni magyar szakos tanárt, és hát reményeink szerint most azért meglepetés is lesz, olyan tagokat hívtunk meg, akik, akik, nagyban részesei minden szavaló versenynek általában részt vesznek, és, és ennek különösen szakértői, de ez egyelőre meglepetés marad. Milyen jutalmat kapnak majd a gyermekek? Hát amit biztosan tudunk mondani, az emléklapot változatlanul, könyveket biztosan fognak kapni, és egyébként a többit azt a támogatók által felajánlott jutalmak, ugyanis a támogatók azok e, csomagokat készítenek elő, tehát e, mindenki ki, ki, amit tud, ki, ki, amivel tud segíteni, azzal támogatja a versenyt, úgyhogy előre nem tudjuk meghatározni a többit. Mégis kik ezek a támogatók? Hát a tavalyi évben is nagyon sokat segített a Kerba webáruház, a Toalmási Húsüzem és hát Zsámbókon is sokan segítettek. Hát ezeknek is a listája, hogyha teljes mértékben kialakul, akkor örömmel fogjuk felsorolni őket. Pontosan miként épül fel a Szavaló programja? Hát kezdetnek bemutatjuk a zsűriket, és, és, hát felvonultatjuk a gyerekeket, első-második osztályos korosztályjal kezdünk, és hát Vesztergá Miklós vendégünk, tárogató művész, aki, aki minden szünetbe és nyitáskor, záráskor fog elkápráztatni a tehetségi vezenéjével. Mi a célja ennek a szavalóversenynek, a megrendezésének? Hát nagyon szeretnénk a gyerekeket ösztönözni arra, hogy kommunikációs kész, készségük fejlődjön, egyébként önbizalmuk fejlődjön, hagyományápolásukat szeretnénk, hogyha tudnák, hogy ennek jelentősége van, és, és hát a felelősséget erősíteni bennük, hogy igen, készülünk valamire, fölállunk a színpadra, elszavajuk, megcsináljuk, még akkor is, hogyha remegünk sokszor a lámpaláztól. Ez egyfajta tehetséggondozás is nevezhetjük így is. A, az eredmény a tavalyi évben is például az, az, látható volt, hogy olyan gyerekek voltak, akik az első próbákon, vagy a felkészülés időszakában, vagy olyan is voltak, aki sírni kezdett, vagy elakadt, nem tudott megmozdulni, tehát, tehát a lámpaláz totálisan egy sima próbán letaglózta, aztán, aztán heti szinten újra meg újra csináltuk, fölálltak a színpadra, és hál' Istenek, mikor, mikor a sorra került, akkor gond nélkül el tudta szavalni mosolyogva a verset. És ez lenne a cél egyébként, hogy minél több gyerek gond nélkül a színpadon állhasson és szavalhasson. Gondolom egyébként lesz folytatása is ennek a szavaló versenynek. Nagyon reméljük és tervezzük. Idén azért egy sokkal nagyobb volumenű versenyen részt vegyenek, az is szabadon választható lesz, nevez, nevezni tudnak, de a győztes gyerekeket, a díjnyertes gyerekeket, azokat mindenképp delegálni szeretnénk tovább valamilyen versenyre. Ön alapító tagja a Liliomszál alapítványnak. Az alapítvány milyen célkitűzéseket fogalmazott meg a jövőt tekintve? Hát ö... Ezt az irodalmi vonalat, a hagyományőrző hagyományok ápolását, ezeket szeretnénk egyik oldalról nagyon erősíteni a gyerekekbe. Aztán mindenféle sporttevékenységgel, aki másik alapítótársam a Gergely Szabolcs, aki ezt a vonalat tudja erősíteni, ő most sajnos nem tud itt lenni, de, de mindenféle sportrendezvényeket szervezzünk, és reméljük, hogy idén-nyáron is edzőtáborokat, meg ilyesmiket tudunk szervezni. Szervezni. Ebben ő a szakértő, ezt a vonalat ő erősíti, és remélem, hogy idén még tudunk beszélni ezekről a dolgokról bővebben is.